Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol megtekintjük azt, hogy mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint. Először megnézzük az ő gondolatait vagy terveit, az itt felül és alul látható. Itt a kelyhek utalnak az érzelmekre. A 4-es szám azt jelenti, hogy mennyire fontos számára a biztonság érzete, és pontosan ezt keresi, de még nem találta meg. Itt a képen ez a fa szimbolizálja a tűz elemét, és az jelenti a cselekvéseket, hogy kezébe veszi a dolgokat, mindezt irányítja, tesz valamit annak érdekében, hogy legyen közeledés, egy tartós párkapcsolat, de itt a képen látható, hogy itt alszik a fa alatt, várakozik. Vár arra, hogy te jelentkezz nála, hogy te mutasd ki az érzelmeidet, és akkor biztos a dolgában. A második kérdés az kihat az érzelmeire, a képek itt mutatják, hogy mi van vele. Itt van egy királynő, de ha megnézzük ennek a királynőnek az arcát, hát nem túl szimpatikus, úgy figyelgeti magát a tükörben, úgy tűnik nekem itt a képe, mint a mesében, hogy ki a legszebb a világon, azon kívül, mint királynő, parancsolgat neki. Ennek a férfinak problémája van ezzel a nővel. Ez lehet valaki a családban, lehet a főnöknő, vagy a volt társnője, az is lehet, hogy még egy kapcsolatban van, de nem jön ki ezzel a nővel. Itt vannak tervei, ötletei, de nem tudja, hogy hogyan tovább, melyik irányba, de bízik a sors kerekében, hogy majd így minden úgy magától rendeződik. És mit fog tenni, az itt látható, kimutatja az érzelmeit, sőt, itt látható, hogy vannak álmok, elképzelések, sőt, közös tervek is, ami megvalósítható, hiszen itt együtt ezen dolgoztok. És most megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Itt a fa jelenti a biztonság érzetét, ahol le tud gyökerezni, és pontosan ez fontos számára, hogy legyen egy tartós, stabil párkapcsolat. A fának van gyógyító ereje is. Itt a halak jelentik az anyagiakat, vagy a munkát, a hivatást, hiszen ez összefügg egymással, amit itt a halak még jelentenek, hogy értékel téged, de elvárja azt is, hogy te is megbecsüld őt. Ki ez a királynő, aki van ellenszembes nekem itt a képen? Itt van a könyv. Az lehet tanulás, továbbképzés is, de jelenti a titkokat is, hogy ő eltitkolja ezt előled. Itt a kutya jelenti a hűséget, meg a barátságokat. Ő közeledik hozzád, megbízhatsz benne, barátságos lesz veled. Itt tervez valamit, és ez az ötlet jó, hiszen szerencsét hoz számotokra. Itt süt a nap, láthatóvá tesz valamit, azt is jelenti a kép, hogy látni akar téged, tisztázódnak bizonyos dolgok.
Itt a kulcs jelenti a lehetőségeket. Ezen a képen megvannak az álmok, az elképzelések, itt kinyílik egy kapu, és ez az álom megvalósul. Itt a madarak jelentik a könnyűséget, a mozgást, a vidámságot, a kommunikációt. Ő beszélni akar veled a terveiről. Ez lehet egy közös munka is. Az ő jelenlegi helyzete. Itt a hold jelenti az álmait, az elképzeléseit, ugyanúgy, mint itt a képen. És a te jelenlegi helyzetet. Te lezársz valamit, lezársz bizonyos dolgokat, és utána lesz egy új kezdet. Ebben segít a kulcs, hiszen ezzel is le lehet zárni valamit, vagy jelenti a zárkózottságot. Várj arra, amíg ő jelentkezik. És ez volt az aktuális szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!